Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad? Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Sokkal jobb irányba kellene haladni. Sokkal jobb világba? Kellene haladni? Sok a manipuláció? Azon kívül? Szeretet hiány. Etikátlanság. Etikátlanság. Elnyomás. Félelemkeltés. Szóval sok baj van? Akad? Hát ez nem annyira jó, nem? És mi lesz akkor, hogyha ha ugyanebben az irányba halad tovább a világ, szerinted mi lesz? Mészárlás. Káosz. Káosz? És azon kívül? Földvége. Földvége? Megyünk a levesbe. Megyünk a levesbe? Aha. Milyen jó lenne, hogyha az emberek tudnák, hogy hogyan működik az ember, vagy az élet. Vagy a legfőbb alapelvek a boldog élethez, vagy mi az életnek az értelme. Hát bizonyára könnyebb és boldogabb lenne az ember élete, hogyha ezeket az emberek tudnák, nem? Csak a rádióban hangabb videó nincs. Már is nézzük. Hát ez valószínű az én miatt van. Amiatt a... Jó. Csinálunk hangot. Szórakozik itt velem. Talán. Most újraindítottam a programot. Jó, hát reméljük. Jó, tehát akkor ugye ott tartottunk, hogy jobb világban élnénk, hogyha ezek rendben lennének. Tehát nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket és gyakorlási lehetőséget, amely által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. Továbbá a lelki fejlődésre is. Így az emberek, ha szeretetben, békében és boldogságban tudnak élni, akkor képesek létrehozni egy olyan fajta működést, hogy együtt működjenek szeretetben, békében és boldogságban. Hogyha az emberek képesek lennének együtt működni szeretetben, békében és boldogságban, akkor aranykor lehetne. Az aranykor azt jelenti, hogy a boldogság és a szeretet kora. Na most boldog ember nem tud úgy lenni, hogyha nem képes az élethelyzeteit helyesen kezelni. Tehát nem az a boldogság, hogy valaki szerelmes. Legtöbb ember tévhitben él attól, hogy az a boldogság, hogy valaki szerelmes. Tehát a boldogság az az egészség, illetve úgy van a sorrend, hogy a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, a pénz, és annak az együttléte, hogy az ember olyan dologgal foglalkozik, amit szeret csinálni. Nyilván a pénz is az elég pénz. Tehát ha túl sok pénzzel egy nagy probléma van, hogy az embernek a túl sok a vagyona, vagy túl sok a pénze, akkor fél attól, hogy az elvész. Ellopják, vagy bármi történhet vele.
Tehát az elég pénz. Tehát még egyszer, ugye szeretet az élen, utána az egészség, utána az elismerés, utána a szabadság, az elég pénz, és az azzal való foglalkozás, amit az ember szeret. Jó? Tehát ez a boldogság így együtt. Na most megnézed, hány olyan embert ismersz, aki ezzel a hat dologgal együtt rendelkezik. Nem sokat, nem? Célunk mindenki lelki fejlődése. Sok ember még sajnos azt se tudja, mi az, hogy lelki fejlődés. Az aranykorba jutáshoz, az aranykorról egy-két gondolat. Tehát nem elég, hogy azt mondom, hogy a szeretet és a boldogság kora. Tehát ugye a boldogság, még egyszer azt mondom, hogy a szereteten kívül az emberek egészségesek. Egyébként minden betegség az visszavezethető valamilyen olyan cselekedetre, vagy olyan gondolkodásra, ami helytelen volt. Tehát minden betegség. Akkor ha megnézzük, a betegség után, vagyis az egészség után, ugye az elismerés volt, hát sok ember azt mondja, hogy már azért nem ad elismerést, mert ő sok elismerést adott, csak nem kapott viszonzást. Na most elismerés az úgy működik, hogy adok-kapok, és az ember nem mindig ugyanazoknak a személyeknek ad, akkor fog kapni elég viszonzást. De az ember mindig ugyanazoknak akar adni, akkor én azt tapasztaltam, nem tudom ti mennyire tapasztaltátok, hogy azoktól, akiknek az ember ad, azoktól nem biztos, hogy viszonzást is kap. Hát lásd, vannak olyan emberek, akik ugye fölneveltek gyereket vagy gyerekeket, majd felnőttként a gyerekeik le se fütyülik, sőt azt gondolják, hogy még felnőttként is a szülőnek kötelessége a gyereken segíteni. Pedig megnézzük, akkor hol a csere. Hát most gondolj bele, az nem kis tehertétel egy szülő számára, hogy felneveljen egy gyereket. Ez mind fizikailag, mind szellemileg, mind anyagilag nem kis tehertétel. Nem? És fölnevelnek a szülők gyerekeket, és utána azt gondolnák, illetve azt gondolják, hogy hát a szülőnek még felnőttként is kötelessége a gyereken segíteni. Mint hogyha mondjuk egy állat esetében ez úgy működik, hogy ugye felneveli a fiókáját mondjuk a madár, vagy az állat fölneveli a kölykét, és akkor utána még elvárná a kölyök, vagy az a fióka, hogy akkor is táplálja, etesse, gondoskodjon róla a szüleje, amikor már fölnőtt. Hát elég érdekes lenne, nem? De úgy gondolják sok emberek, a tudatlanok gondolják úgy, hogy a szülőnek akkor is kötelessége a gyerekről való gondoskodás, hogyha a szülő, illetve a gyerek már felnőtt. Jó? Tehát egy felnőtt gyerekről már nem kéne gondoskodni, nem? Persze sok olyan szülő van, aki ezt a gondoskodást is túlzásba viszi, főleg a gyereke irányába. Na most gondolj bele, akkor hogy lehetne erről a gondoskodásról átállni egy másfajta működésre? Egy, nem azt mondom, hogy nem gondoskodásra. Van, akiben ez a gondoskodási ösztön, mert ez egy ösztön, ez ugye túlteng. Tehát most ha valakiben túlteng ez a gondoskodási ösztön, akkor gyakorlatilag a gondoskodásába belefulladnak a környezetében lévő emberek, nem? Hát akkor valami olyan foglalkozást kellene az embernek, az ilyen embernek csinálnia, ahol gondoskodhat emberekről, nem? És akkor megvan oldva ez a kérdés. De valószínű az ilyen embernek nem olyan foglalkozása van, ami, ahol gondoskodhat emberekről, mert ha olyan foglalkozása lenne,
akkor nem fullasztaná bele mondjuk a gyerekeit vagy a családját a gondoskodásba. Világos ez? Na most ha valaki ilyen nagyon gondoskodó volt mondjuk akkor, mikor kisgyerekei voltak, akkor valószínű, hogy a gyerekek majd felnőttként is valamilyen szinten elvárják tőle a gondoskodást, mert túl gondoskodást kaptak a gyerekek. Tehát a Földön nagyon fontos az ember életében és minden tekintetben az egyensúly. Tehát hogyha az egyensúly felbillen, akkor az emberek, ha saját magukat érintik az embereket ez az egyensúly felbillenés, akkor boldogtalanná válnak azáltal, mert felbillen az egyensúly. Mondok példát ezekre a dolgokra, jó? Tehát ezt úgy hívják, hogy adok-kapok. Tehát adok-kapok. Tehát az adok-kapoknak mérlegen arányosan kell lennie. Ha nem arányos az adok-kapok, akkor valamilyen irányban felbillen a mérleg. Tehát ugye az azt jelenti, hogy ha valaki úgy érzi, hogy csak kap-kap-kap és nem viszonozhat, akkor felbillent a mérleg. Ha úgy érzi valaki, hogy csak ad-ad-ad és nem kap, akkor egy idő után úgy érzi, hogy felbillen a mérleg. És ez rossz érzést vált ki az emberből. Tehát ez a, úgy is lehetne mondani, hogy biztos éreztetek már olyat, hogy kibillentség. Tehát valószínű, hogy tehát a kibillentség az azt jelenti, hogy egy nyugodt, békés állapotból az ember kibillen. Oké? Hát nyilván elsősorban ugye a nyugodt, békés állapot az nem egy rossz állapot, hanem az egy jó állapot. Tehát ebből a nyugodt, békés, jó állapotból az ember kibillen, akkor nyilvánvaló, hogy a rossz állapot felé billen ki. Na most ez ugyanaz, mint a mérleg. Ha egyensúlyban vagyunk, akkor nyugodt, békés az élet. Oké? Tehát az egyensúly megvan az életünkben, tehát megvan a csere, a tisztességes csere, tehát hogy azonos cserét folytat az ember az emberekkel, megvan az adok-kapok arányaiban rendesen egymás közt, akkor ez a kibillentség ez nincs. Tehát akkor van a kibillentség, mikor mondjuk egy párkapcsolatban, mikor valaki ugye kinyilvánítja a szeretetet például a párja felé, de a másik meg nem nyilvánítja ki a szeretetet. Ugye az iránt, aki meg kinyilvánítja. És akkor így élnek éveket, vagy akár évtizedeket, és akkor ebben lesz egy kibillentség, ugye az adnak részéről, aki ad, 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 és nem kap viszonzást. Értitek? De ez bármire igaz. Bármire igaz. Tehát például mondjuk egy akár egy üzleti kapcsolatban mondjuk, ahol vannak tulajdonosok és együtt működnek, ott is lehet kibillentség akkor, hogyha például mondjuk az egyik többet dolgozik abban a vállalkozásban. És akkor egy idő után azt érzi, hogy ő többet tett bele, mint a másik személy. Abból a fajta működésből, amit ilyen nyugodt, békés állapotnak mondanánk, abból kibillen. Ez a kibillentség, ez hogyan érzi az ember, hogy mikor van ilyen kibillentség? Hogyan érzi? Hát zaklatottá, idegessé, nyugtalanná válik, nem? Frusztrált, így van. Elégedetlenkedő, így van. Na ez a kibillentség. Tehát amikor bárki egy ilyen állapotban van, vagy ezekben az állapotok valamelyikében, akkor ki vagy billenve. Oké? Jó, tehát az embert az is kibillenti a nyugodt békés állapotból, hogyha a környezetében az emberek frusztráltak, zaklatottak, békétlenek. Világos? Tehát az is
Tehát ő mit ad? Gondolj bele, mondjuk egy nyugodt, békés ember mit ad a környezete irányában? Nyugodtságot, békétséget sugároz, nem? Ezzel szemben mit kap cserébe? Zaklatottságot, így van? Na most akkor mi lesz? Hát ezáltal ő is kibillen, és ő is zaklatott lesz. Hát amikor emberek azt gondolják, hogy hát majd én magamon segítek, tudod, ez mint a Münchhausen báró, amely a fuldoklott a vízbe és a saját hajánál fogva húzta ki a vízből magát, érted? Tehát azt gondolják, hogy az ember erre képes. Hát az ember arra nem képes, hogy egy olyan környezetben, ahol mindenki zaklatott, akkor ő nyugodt maradjon. Tehát én még ilyet nem láttam. Tehát ha az emberek zaklatottak, mindegy, hogy ez család, oké? Mindegy, hogy egy környék, tehát hogy a környéken az emberek zaklatottak, akkor ő is zaklatottá válik. Tehát például, ha felzaklatják, mondjuk olyan műsorok mennek a médiában, ami az embert felzaklatja, akkor ha valaki ilyen műsorokat néz, akkor ő is zaklatottá válik. Oké? Most mondok erre példát, hogy értsétek. Például, ugye biztos láttatok már olyat, hogy mondtam már, hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket? Nem mondtam. Igen, mert úgy rémlik, hogy nem mondtam. Na, szóval tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Szóval, lényeg az, hogy mondjuk biztos láttatok már olyat, hogy egy valaki, lehet az akár felnőtt is, vagy egy gyerek, elkezdett játszani számítógéppel ilyen harcolós játékkal. Ahol lehet egy gyilkolni, lövöldözni a népet ott a játékba. Láttatok már ilyet? És az ilyen ember gyorsan kiszeded abból a játékból, és totál ideges. Aha, totál agresszív. Oké? Tehát mindegy, hogy gyerek, vagy felnőtt, teljesen mindegy. Tehát elkezd foglalkozni ilyen agresszív játékkal, oké? És gyorsan kiszeded belőle, olyan agresszív, mint a húzat. Mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek. Tehát kell neki egy idő, mire visszaáll a normál működésre, érted? Van akinek ez hosszabb idő, van akinek rövidebb idő. Tehát az ember a szépen pillanatok alatt tud alkalmazkodni a környezetéhez, és hát most ez a pillanatok az, mit tudom én, mondjuk percek vagy órák kérdése, de alkalmazkodik, vagy napok kérdése, mindegy, de alkalmazkodik. Tehát egy olyan tevékenység, ami az embert mondjuk zaklatja, akkor persze, hogy zaklatottá válik, érted? Tehát akkor kibillen ebből a békés, nyugodt állapotból. Tehát nézzétek meg, mit tudom én, mondjuk egy, van egy terheskor, tehát valaki állapotos a babájával, és mondjuk legyen két hölgy, állapotos baba, mind a kettő, ugye állapotos a babájával, és az egyik mondjuk zaklatott környezetbe tölti el azt a 9 hónapot, a másik meg egy békés, nyugodt környezetbe tölti el a 9 hónapot. Majd megszüli a gyerekét, mind a kettő, az egyik szül egy zaklatott gyereket, aki állandóan sír, nem is sír, ordít, a másik meg békésen szemlélődik, és szemléli békésen a világot. Érted? Annak, akinek a anyukája az egy békés, nyugodt környezetben élt, abban a 9 hónapban. Tehát az ember az minden helyzetben, még az édesanyja hasában is alkalmazkodó. Na most, ha valaki tehát úgy gondolja, hogy hát majd ő egyedül micsoda nagy dolgokra képes, például, hogy megváltoztassa saját magát, akkor miért nem tette eddig? Érted? Tehát ez úgy működik, hogy amilyen most vagy, az annak a függvénye, hogy milyen környezetben élted le az életedet. Világos ez?
Tehát ahhoz, hogy az ember változtasson magát, más környezetre van szükség. Érted? És elsősorban a környezet az az emberek. Oké? Tehát a leginkább rád és mindenkire az emberek hatnak. Tehát például mondjuk valaki elmegy egy olyan helyre, ahol nincsenek emberek, és ott él éveket, mondjuk remeteként, ahol csak állatokkal meg növényekkel találkozik, emberekkel egy szállal se, utána visszamegy az emberek közé, és minden embernek furcsa lesz a működése. Érted? Mert egyszer nem tud bánni majd az emberekkel. Világos ez? Tehát, hogyha valaki bűnözők között él, akkor bűnözővé válik. Oké? Ha jó állapotú, békés, nyugodt emberek között élsz, akkor jó állapotú, békés, nyugodt emberré válsz. Ha tisztességes emberek között élsz, akkor tisztességes emberré válik az az ember, aki akár előtte nem az volt. Érted? Tehát attól függ, hogy az ember milyenné válik, hogy milyen a környezete. Persze azt mondják, hogy az ember saját maga alakítja a környezetét, ez igaz, de én inkább erről többes számba beszélnék. Tehát ami azt jelenti, hogy a környezetünket magunk alakítjuk ki, mert a környezetünkben élnek emberek, és egyáltalán nem mindegy, hogy ki mennyi időt tölt el különböző környezetben. Tehát mit értek ezen? Tehát például mondjuk valaki eltölt 8 órát olyan munkahelyen, ahol bunkó emberek vannak, és eltölt csak 1 órát olyan emberekkel, akik normálisak és nem bunkók, akkor szerinted melyiknek lesz nagyobb hatás? Tehát kiknek lesz nagyobb hatása arra az emberre? Nyilvánvaló. Érted? Nyilvánvaló. Tehát ha valaki bunkóvá akar válni, vegye körül magát bunkó emberekkel. Így van. Így van. Oké? Ha valaki boldog akar lenni, akkor vegye körül magát boldog emberekkel. Nem? Oké? De hát ez nehéz, mert nehéz találni boldog embereket, nem? Manapság olyan, hogy boldog emberek nem nagyon vannak. Arra van lehetőség, hogy boldog embereket csináljunk. Tehát boldoggá tegyük az embereket. Értitek? Tehát nekünk az a célunk, hogy a lelki fejlődés által az emberek boldoggá váljanak. Miért kell lelki fejlődés ahhoz, hogy az ember boldog legyen? Hát nagyon egyszerű, hát gondoljuk végig. Minél tudatlanabb egy ember, annál inkább hibázik az életében, a különböző élethelyzetekben. Ezek az élethelyzetek a következők, mindjárt mutatom. Itt van. Itt van 10 élethelyzet. Ha az ember tudatlan, minél tudatlanabb ezeken az életterületeken, annál több hibát vét. Minél több tudással rendelkezik az élet és ember működésével kapcsolatban valaki ezeken a területeken, annál kevesebb hibát vét. Ez a 10 életterület, ha esetleg nem látszana, meg ugye akik hanganyagon hallgatnak engem, illetve a rádión, önmagaddal, a pároddal, a szüleiddel, a gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel,
hatóságokkal, az Isteneddel való kapcsolatról szól. Tehát, hogy hogy bánsz önmagaddal, hogy bánsz a pároddal, hogy bánsz a szüleiddel, hogy bánsz a gyerekeiddel, hogy bánsz másokkal, hogy bánsz a munkáddal, hogy bánsz a pénzzel, hogy bánsz a környezeteddel, hogy bánsz a hatóságokkal, és hogy bánsz az Isteneddel. Ezek mind tudás kérdése, és nem ösztön kérdése. Oké? Minél több tudása van ennek, ezeken a területeken az embernek, annál jobban bánik ezekkel a területekkel. És ha az ember jól bánik ezekkel a területekkel, akkor kevesebb problémája lesz. Sőt, ha nagyon jól bánik, akkor alig lesz problémája. Sőt, nem is lesz problémája, csak feladatai. Oké? Na most, ha az embernek nincs problémája, akkor jól érzi magát a bőrében. Tehát amikor az ember az életében megkapja az első problémákat, onnantól indul el a hangulat lejtőjén. Oké? Tehát megnézed egy gyerek, mikor megszületik, és tisztában van rakva, tele van a pocakja, kialudta magát, nem túlságosan van tele a pocakja, csak hogy ne legyen éhes, nyilvánvaló. Kialadta magát, és szeretet veszi körbe, akkor hogy néz ki? Békés, nyugodt. És mosolyogva szemlélődik a világban. Érted? Tehát most nem a csecsemőről beszélek, hanem egy olyan babáról, amelyik már lát. Tehát amelyik már kommunikál valamilyen szinten, még na nem is beszél, de kommunikál a környezetével. Oké? Most ehhez képest, a békés, nyugodt, boldog állapothoz képest, hát nézzük meg, hol a manóba tartanak az emberek. Hát olyan, hogy ellenséges, nem? Haragos, nagyon sok ember fél, nem? Rejtett ellenségeskednek emberek. Sőt, még sokan bánatosak is. Bánatosak. De ehhez képest jól lementünk, nem? Tehát az az ember, aki békés, nyugodtan szemlélte az életét, és boldog volt, érted? Az a pici csecsemő, vagy az a gyerek, az amikor megkapta az első problémáját, például mondjuk nem tette időbe tisztába az édesanyja, és elkezdett ezért sírni, mert csípte a pisi, hát akkor már nem volt boldog, nem? Megkapta az első problémáját. Oké? És ha az ember sok problémával találkozik, mert nézd meg, a megoldás a csecsemőnek kicsoda? Ő maga, ő magát fogja, azt tisztába rakja, nem? Nem. Hát általában kik rakják tisztába? A szülők, így van. De szülők, anyu. Nem? Az édesanyja. Tehát nem a férje, hanem az édesanyja. Jó, tehát az édesanyja tisztába rakja, és akkor onnantól kezdve megszűnik a probléma. De ő nem tudja megoldani a problémáját. A másik probléma, mondjuk éhes lesz, és el kell sírni. Megint ki a megoldás? Ő maga megeteti magát? Nem. Hát akkor kicsoda? Az édesanyja megint csak, nem? Például sír azért, mert fáradt, és aludnia kellene. Akkor megint ki a megoldás? Hát megint az édesanyja, nem? Mert ő fogja biztosítani azokat a körülményeket, hogy a gyerek tudjon aludni. Nem? Hát biztos számít az, hogy kinek milyen vastag a szemhéja. mert például én, ha világosba becsukom a szememet, nekem nincs sötét. Tehát magyarul nekem sötétet kellett csinálni. Érted? Tehát én nem is tudok igazából nyugodtan úgy aludni, hogyha világos van. Érted? Tehát akkor kinek kell erről gondoskodni a gyereknek? Hát nyilván az édesanyjának. Vagy azt mondja az édesanyja az apjának, hogy hát figyelj, csináljál már oda valami sötétítőt vagy redőnyt, mert hát a gyerek nem pihenni ki magát, nem? Mert világos van a szobában. Szóval lényeg az,
hogy a szülők gondoskodtak a gyerekről, nem? És az azt jelenti, hogy maga nem tudta megoldani ezeket a problémákat. Tehát ha egy ember túl sok olyat kap, amire azt gondolja, hogy nem ő a megoldás, akkor a hangulata az mitől lenne jó? Mitől lenne jó? Tehát hogyha így az életet megnézitek a születéstől fogva, akkor gyakorlatilag azt látjátok, hogy nem a gyerek a megoldás, mint ember, hanem a szülő. Nem? És ez szépen tudatosodik a gyerekben, hogy nem ő a megoldás. Világos ez? Mert hát a szülei oldják meg a dolgait. Nem? És mivel ugye ez évekig így van, ez teljesen szokássá válik. Akkor hogy lehet az, hogy mégis vannak olyan emberek, akik simán megoldják az életüket ennek ellenére, és ha jön egy probléma, akkor nem arra várnak, hogy majd valaki helyette megoldja, amit ugye megtanult a gyerekkorban végig, hogy majd a szülők megoldják, hanem ő saját maga felnőttként, most felnőttről beszélek, hogy lett valaki olyan felnőtt, aki simán kap egy problémát, és nem problémaként kezeli, hanem fogja és elkezdi megoldani. Tehát magyarul az egy feladat. Nem. Hát hogy hagyták volna önállósodni eleve, mikor ugye a gyerek éveken keresztül a gyerekről gondoskodni kellett. Tehát a gyereknek az lett a szokása, hogy gondoskodnak róla. Na most, ha egy gyerekről gondoskodnak, akkor onnantól kezdve számára az a természetes, hogy más megoldja helyette az életet, illetve a problémákat. Akkor miért vannak mégis egyesek olyanok, akik képesek arra, hogy kapnak egy problémát, és nem problémáznak rajta, mint a legtöbb ember, hanem elkezdik feladatként kezelni és megoldani. Na mi a különbség azok közt, pedig őket is, aki így gondolkodik, őróla is évekig gondoskodtak. Vagy róluk is évekig is gondoskodtak. Nem. 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 Tehát az ember fölvesz egy szokást, tehát a gyereknek az a szokás felvétel, hogy a szülők gondoskodnak róla. Nézd meg. Tehát csak úgy változik ez meg, ha gyerekkorban, vagy később más kezdi arra tanítani, hogy hogyan kezelje a problémát, és oldja meg a dolgait. Világos ez? Most ha ezt úgy gyerekkorban csinálta a szülő, vagy felnőtt korban csinálja egy másik személy, ebből a szempontból részletkérdés. Világos ez? Részletkérdés. De az a lényeg, hogy tanítani kell az embert, mindegy, hogy milyen korú, arra, hogy a problémát azt ne problémaként kezeljen. Nézd meg, mit csinál a gyerek, mikor problémája van. Na, mit csinál? Sír, így van, sír, nem ezt csinálja? Dehogy. Tehát, mit tudom én, csípi a pisi, sír, nem? Éhes, sír, fáradt, sír, nem? Megütötte magát, mit csinál? Sír. És felnőttként te mit csinálsz? Nem ezt csinálod? Csak legfeljebb mondjuk nem sírsz, mert megtanultad azt, hogy te kemény legyél, ne sír. Nem? Mert megtanították, beléd verték, hogy ne sír. Ezért tartod magad, hogy nem sírsz. Érted? De ezt szoktad csinálni.
Vagy nem? Én azt is írásba kívom. Hát az is írás, persze. Az is írás, csak éppen tartja magát, hogy ő nem sír, tudod? Érted? Nézd meg! Nem ezt csináljátok? Nem épp itt lenne az ideje megtanulni azt, hogy hogyan kell kezelni a problémát? Tehát valamikor, ha az ember nem tanulja meg, akkor egész életében úgy fogja leélni az életét, hogy jön egy probléma és szenved. Mert ez a természetes. Világos? Miért természetes? Mert ezt csináltad éveken keresztül, minden ember ezt csinálta. Nem tetted magad tisztába, nem etetted meg magad csecsemőként, stb. Stb. Világos ez? Hanem úgy éltél éveken keresztül, hogy mindent megcsináltak helyetted. Éppen csak annyit nem, hogy levegőt vettél. Nem? Mert azt te csináltad más helyett. Oké? Tehát az önálló cselekvés egyetlen egy dolog volt, a levegővétel, nem? Másban mindenről gondoskodtak rólad. Tehát az ember úgy működik, hogyha két évig csinál egy dolgot, tehát eleve ott kezdődik, hogyha három hónapig rendszeresen ugyanazt csinálod, akkor válik szokássá. Tehát három hónapig rendszeresen, tehát minden nap. Érted? Tehát eleve ott kezdődik, hogy megszületett egy gyerek, és nem három hónapig gondoskodnak róla, hanem évekig. Akkor mondunk egy másik példát. Valaki szociális személyként. A szociális személy azt jelenti, hogy nem elnyomó. Tehát egy társadalmi lény. Társadalmi lényként elmegy egy olyan foglalkozásba, ahol el kell nyomni embereket, két éven belül elnyomó lesz. Érted? Tehát két év kell hozzá, hogy biztos, hogy elnyomó. Ha ott kihúzza két évig, tudja, hogy elnyomóvá válik. Érted? És elkezd elnyomoskodni. Na most gondoljátok végig, na ezeknek az adatoknak alapján. A gyerekről hány évig gondoskodtak a szülők úgy, hogy semmitről nem tudott maga gondoskodni? Több éven. Így van. Nem pár héten keresztül, vagy pár napon keresztül, hanem több éven keresztül. Tehát egy embernek az a természetes, a születésénél fogva, hogyha jön egy probléma, akkor nem ő oldja meg, hanem megoldja más. És nézd magadba, biztos, hogy így élted le az életet, tiszteled a kivételeknek. Tehát őszintén nézd magadba, és úgy élted le az életedet, hogy jött egy probléma, és vártad, hogy más megoldja. Világos ez? Mondom, tisztelt a kivételeknek, aki nem sok, mert nagyon kevés emberrel találkoztam, pedig eddig dolgoztam, vagy 80 ezerrel, nagyon kevéssel találkoztam, akinél ezt még a szülők rendbe rakták. Vagy esetleg később valami felnőtt képzésre rendbe rakták. Mert az általános iskola, meg a középiskola, meg az óvoda, meg az egyetem, ezt a kérdést, hogy nem rakja rendbe, az hódbiztos. Tehát az embernek magába kell néznie, és azt mondani, hogy bocs, de ez így van. És annak a következménye, hogy nem tudtunk magunkról gondoskodni, hogy most azt hiszük, hogy most se tudunk magunkról gondoskodni. Hát akkor meg kell tanulni, hogy gondoskodj magadról. Érted? Most gondolj bele, Magyarországon azt mondanák, jó, akkor gyerekek, innentől kezdve nincs segély, nincs nyugdíj, és nincs alkalmazotti létforma. A következő egy évben hányan pusztulnának itt éhen? Hát több mint 80%. Érted? Több mint 80% éhen pusztulna. Azok bírnák egy kicsit tovább, tudod, akinek van tartaléka. De elfogyna a tartalék, mit csinálnának? Tehát mondom még egyszer, azt mondaná az állam, hogy nincs segély, nincs nyugdíj, nincs ingyenes egészségügyi ellátás, semmi, érted? És nincs alkalmazotti létforma. Mindenki éljen meg úgy, ahogy akar. Gondold végig, te mit csinálnál?
Hát addig, ameddig van tartalékod, élnél, érted? És utána mi lenne? És ez annak következménye, hogy nem tanultad meg, hogy önfenntartó legyél. Világos, nem tanultad meg az, hogy jön egy probléma, hogy kell megoldani, érted? Hanem arra várnak az emberek, hogy jön egy probléma, és mint a struc, bedugják a fejüket a homokba. Nem? Miért nem ezt csinálják? Ezt csinálják. Jön egy probléma, kódja meg valaki más. Nem? Hát igen, mert gondolj bele, itt laknak, mit tudom én, 9 millió a Magyarországon. Érted? Hát majd valaki megoldja helyette. Nem így van? Hát csak van a 9 millióból valaki, aki megoldja, nem? Rajta kívül, mert ő nem. Oké? És gondolod, ez a természetes? Hát basszus kucs, hát 200 évvel ezelőtt hogy éltél volna meg ezzel a mentalitással? Vagy 100 évvel ezelőtt? Nem volt nyugdíj, nem volt állami segély, nem volt ingyenes egészségügyi ellátás, semmi nem volt, érted? Nem volt alkalmazotti lét, az se volt. Egy kis százalék, egy pár százalék dolgozott szolgaként. Azt annyi. És hogy éltél volna meg? Jó kérdés, nem? Nem épp itt lenne az ideje megtanulni azt, hogy hogyan kell a problémákat kezelni? És nem arra várni, hogy majd más megoldja helyetted az életedet? De nagyon elhallgattatok, de nagyon-nagyon. Jó, de semmi gond nincs ezzel, mert mondom, ez a természetes, hogy az embert meg kell tanítani erre, érted? És ami késik, nem múlik, így van. És teljesen mindegy, hány éves vagy, ami késik, nem múlik. Világos ez? Az a lényeg, hogy innentől hogy lesz. Az, hogy eddig mi volt, kit érdekel? Oké? Na és akkor tanítják erre az embereket? Egy hely van itt a bolygón, ahol erre tanítják az embereket, érted? Aztán annyi. Többi nincs ilyen. Oké? És akkor nézzük meg, hogy tehát mit jelent ez a lelki fejlődés. Jó? Tehát ez mind tudás, 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 tudás és tapasztalat. Érted? Tudás és tapasztalat. Tehát tudás és tapasztalat. Tehát nincs fejlődés, nincs lelki fejlődés tudás tapasztalat nélkül. És milyen tudás? Nem szakmai, hanem ember és életismeret. Oké? Tehát, hogy minél többet megtudni az ember működéséről és az élet működéséről. Oké? Tehát ne legyünk balgák, jó? Nem tudom, tudjátok-e, hogy miért Brüsszelt választották az EU központjának? Hát mert a belgák balgák. Így van, azért. Így van, a legbalgább nép Európában, és kiválasztották a legbalgább népnek a fővárosát. Érted? Mert akkor nem fognak tüntetni, meg mindenfélét csinálni az EU ellen, és kiválasztották a legbalgább, legbutább népet, érted? És oda betették az EU központot. Világos ez? Csak hogy tud. Persze ott kivételek ott is vannak, de most népről beszéltem. Jó? Tehát most itt van ez a 10 terület. Ha ezeken a területeken tudásod lenne, és jönne egy bármilyen jellegű probléma, és azt mondanád, hogy semmi gond, feladat, megoldom, kész. Nem könnyebb lenne az életed? Hm?
sokkal könnyebb lenne, nem? Na most akkor gondolj bele, milyen közegbe könnyebb ezt megtanulni, mondjuk olyan emberek közt, akik ilyeneket tanulnak, vagy olyan emberek közt, akik azt mondják, hogy én nekem nem kell tanulni, mert mindent tudok. Tehát van egy ilyen HHV szabály. Jó? Tehát ez a HHV szabály. Tehát ír le HHV. Tehát két H betű és egy V betű. A hülye hülyét vonz. Tehát hülye hülyét vonz. Ez a HHV szabály. Hülye hülyét vonz. Tehát ha olyan, kik a hülyék? Hát a tudatlanok. Jó? Tehát hogy ne értsük félre. Tehát a tudatlanok. Tehát ha az ember tudatlanok között van, akkor tudatlanná válik. Jó? Az ember olyan emberek közt van, akik fejlődést akarnak, érted? Tudást akarnak, tudás nélkül nincs fejlődés, akkor ő is olyanná válik, aki tudni fog. Tehát kikerül a hülyék közül. Oké. Okay. Tehát az aranykor, a szeretet, béke és a boldogság kora. Csak az kerülhet be az aranykorba, aki addigra, mire az aranykor létrejön, megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve legalább a küldetés, tehát a hatodik lelki szintre, tehát a küldetés lelki szintjére, tehát a hatodik lelki szintre jutva önzetlenül együttműködni másokkal. Tehát a hatodik lelki szint, mindjárt ide visszamegyünk, mindjárt látjátok, itt van. Küldetés lelki szintje. A legtöbb ember az itt van, néhányan ugye azok közül úgy tényleg százalékosan, néhány százalék tartozik már ténylegesen valahova, és a legtöbb ember meg hát ezeket a szinteket meg kell lépni. És ezeket a szinteket nem lehet csak tudás, tehát elméleti tudással meglépni. Gyakorlati tudásra is szükség van. Ami azt jelenti, hogy az életben problémákat akkor tudsz másként kezelni, nem problémaként, ha feladatként, ha van arra a problémára tudásod. Világos ez? És tapasztalatod a megoldásra. Tehát ez nem tudom, elég világos, hogy még világosabb legyen, elmondom még egyszer. Tehát jön egy probléma, és akkor tudod a problémát feladatként kezelni, hogyha arra vonatkozó, arra problémára vonatkozó tudásod van, és a megoldásra is van tapasztalatod. Világos ez? Na most, hogy lehet tapasztalata az embernek? Vagy kétféleképpen. Vagy úgy, hogy ő élte meg azt a dolgot, és megoldotta. Világos? Mert a megoldásra kell tapasztalat. Tehát ő megélte és megoldotta. Vagy ő látta közvetlenül egy olyan szemét, aki beleütközött ebbe a problémába, és megoldotta ezt a problémát. Világos ez? Tehát akkor nem személyes, önmagára nézve dologról van szó, hanem egy rálátása van egy másik személy helyzetére. Na most, hát a mai világban, főleg itt a nyugati társadalomban nem az a jellemző, hogy mit tudom én, valakinek
6-8-10 testvére van. És ezáltal, mit tudom én, akár van 20-30-40 unokatestvére, tehát nem ilyen bőséges családokról beszélünk, hanem általában ugye arról beszélhetünk, hogy valakinek van 1-2 unokatestvére, vagy 2-3-4 max, nem? Vagy 1-2 testvére, 3, nem? Így szokott lenni. Tehát rálátása az embernek nyilván azokra van, akikkel van kommunikációja, nem? Hát kinek szokott, kivel szokott az ember kommunikálni úgy általában? Leginkább hát a családtagok, közvetlen családtagok, rokonok, nem? Meg barátok. Na most ezeknek a létszáma manapság szűkös. Ezáltal, mivel szűkös, hát nem sok minden történik ezekkel az emberekkel összességében. Tehát nem sok rálátása lehet az embernek valami probléma megoldására. Ráadásul ugye ezek közül nem is biztos, hogy ismerik a problémák megoldását. De az ember egy olyan csapatban van, amelyre rálátása van, tehát van egy saját csapata. Tehát egy saját csapata, tehát nem egy idegen csapat, egy saját csapat. Nyilvánvaló, hogy az embernek a saját csapatára rálátása van. És ha ez nem kis számú ez a csapat, hanem az ember növeli ennek a lélekszámát, ennek a csapatnak, akkor sok-sok élethelyzetre ráláthat, mint a csapatnak a létrehozója. Világos ez? Ugye ez nem bonyolult. Mármint ahogy így most elmondtam. Oké? Minél nagyobb ez a csapat, nyilván annál több problémára fog rálátni az a személy, aki létrehozta vagy részt vett annak a csapatnak a létrehozásában. Most gondolj bele, mennyivel több tudás az, hogyha rengeteg ember problémájára és megoldására rálátásod van, azzal szemben, mintha neked kellett volna azt a sok problémát mind megélni. Érted? Na most itt vannak olyan személyek már, hála jó Istennek, akik rálátnak a saját csapatukra és azokban az emberekben lévő problémákra, vagy emberekkel kapcsolatos problémákra. És nem csak hogy rálátnak, hanem már segíteni is tudnak azoknak, hogy hogy oldják meg a problémáikat. Ezáltal ők megélhetnek olyan dolgokat, amit közvetlenül nem ők élnek meg, érted? Hanem más. És ebből szerezhetnek olyan tudást, amit nem tudnának megszerezni, hogyha ez a lehetőség nem állna rendelkezésre, akár bárki számára, aki itt van köztünk. Tehát itt mindenki létrehozhat saját csapatot, nem a pénzért, bár még pénzt is kapsz érte, nem ezért, azért, hogy megélj rálátással olyan élethelyzeteket, érted? Amit nem személyesen neked kell megélni. És tanulhass belőle, és egyre több és több tudásod legyen, érted? És ezek közül az élethelyzetek közül, hol van vissza erre, minél többet meg tudj oldani, illetve tudjál segíteni másoknak, hogy ők is meg tudják oldani ezeket ezeken a területeken lévő élethelyzeteket, bármi legyen is az. Oké? Okay? Tehát mondok példát, mivel ugye nekem nagyon régen van csapatom, 93-tól, nem, 91-től, bocsánat, 91-től van saját szervezésű csapatom, ezért ugye rengeteg ember problémájára láttam rá. Ezért ugye a probléma megoldás területén, hát mondhatom azt, hogy szerintem, mivel engem mindig érdekelt a problémák megoldása,
mióta az eszemet tudom. Ezért ugye nem hiszem, hogy a bolygón lenne valaki képzettebb ezen a területen, mint én. Hogy hogy kell a problémákat megoldani. Oké? És ez nem nagy képűség, hanem ez egyszerű tapasztalat. Tehát azért gondoljátok végig, az 80 ezer emberrel foglalkoztam, és ugye úgy foglalkoztam, hogy én szerettem mindig megoldásokat nyújtani az emberek számára. És mindig kerestem a megoldásokat. Tehát engem mindig érdekelt az, hogy hogyan működik az ember, és hogyan működik az élet. És ebből kifolyólag ugye szereztem meg ezeket a tudásokat, tapasztalatokat. Ráadásul vannak olyan kapcsolataim föntiekkel, nem az emeleten lévő emberekkel, jó, mert még ugye fölöttünk laknak, nem azokra gondoltam, hanem nem emberi lényekkel, akik olyan helyzetben, amire nincs megoldás, mert még nem tapasztaltam meg, adnak segítséget, hogy hogy kell megoldani. És ugye ezeket az információkat én sok embernek már segítettem megoldani a problémáikat, nyilván nem oldottam meg senki helyet. Mindig el tudom látni az embereket tanáccsal, hogy mit kellene tenni abban a helyzetben. Aztán vagy csinálja, vagy nem, az már az ő dolga, az már nem az enyém. Érted? De lényeg az, hogyha az emberek tudást szereznek a problémák megoldásában, tehát van konkrétan olyan képzésünk, 2 hónapos, de körülbelül a feléig jutottunk, ami konkrétan probléma megoldó coach. Tehát ami, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, ahol kifejezetten a problémák megoldásával foglalkoztunk. Majd lesz ilyen képzés, hát nem csak ilyen képzés, hanem mindenféle. Hát mondok egy dolgot, jó? Ha az ember azt akarja, hogy ne kapjon túl sok problémát, akkor etikussá kell válni. Jó? Az etikusságban meg benne van, hogy ne tegyünk olyat, amit nem szeretnénk, ha velünk tennének, illetve tegyük meg azokat, amit szeretnék, ha velünk megtennének, és ugye ne tegyünk olyan dolgokat, amivel akár magunknak tudunk ártani. Jó? És nyilván ez is egy 2 hónapos képzés, tehát ugye nem, ne várja senki, hogy most erről részletesen fogok beszélni. Tehát lényeg az, hogy én azért vagyok itt a bolygón, hogy átadjam azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek az emberek minden élethelyzetüket helyesen kezelni. Oké? És én ezt megcsinálom, de nem egyedül, hanem te is, ahogy egyre képzettebb leszel, egyre több embernek tudsz segíteni abban, hogy átad vagy továbbad azt a tudást, amivel már te rendelkezel. Jó? Tehát meg kell csinálnunk, hogy aranykor lehessen. Mindjárt oda megyünk. Tehát itt vannak a képzések, 24 nagy témánk van. Ezek vagy 1 hónapos, vagy 2 hónapos, vagy 3 hónapos témák. A legtöbb az 1 hónapos jelenleg. Az összes téma az 36 hónap alatt van átadva. És ez azt jelenti, hogy illetve nem azt jelenti, inkább úgy mondanám, ez nem azt jelenti, hogy valakinek ezt kötelező végigcsinálni. Hát valaki azt mondja, hogy bármikor abba hagyja közbe, akkor abba hagyja. Hát az ő problémája, nem a miénk. De mindenkinek javasolnám, aki új, hogy próbálja ki a képzéseket. Ami most részt veszel, az egy díjmentes, bemutató képzés. Nyilvánvaló, a coach képzések, tehát a konkrét
technikákat adó képzések, módszereket adó képzések, azok nem ebben a díjmentes részben vannak. Szoktak olyat csinálni, hogy milyen etikátlan az, hogy pénzt kérünk a tudásért. Én meg azt mondom, hogy milyen etikátlan az, hogy ingyen akarsz kapni valamit. Oké? És mit adsz cserébe? Tehát amikor ilyennel találkozol, hogy valaki azt mondja, hogy milyen etikátlan az, hogy pénzt kérünk a tudásért, én meg arra azt válaszolnám, hogy milyen etikátlan az, hogy valaki nem akar cserét adni valamiért. Na most ezek a havi képzések, ami 30 óra, ez körülbelül, ha máshol kellene megszerezned, akkor körülbelül legalább 150 ezer forintot minimum alsó hangon ki kellene fizetned. Nem 19.700 forintot az első hónapban, és a második hónaptól árgaranciával 9.800 forintot. Tehát, hogyha megnézzük, egy havi vagy egy órányi képzésünk 330 forint, te nem kapsz olyan képzést ilyen területen, ami 5.000 forint alatt lenne óránként. Világos ez? Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy miért kérünk pénzt a tudásért, akkor én meg azt gondolom, hogy ő meg egy nem etikus ember, hogy ingyen szeretne bármit. Oké? Tehát az élet akkor működik helyesen, hogyha az elején beszéltem róla, az adok-kapok, tehát a csere, az rendben van. Jó? Tehát olyan témák vannak, hogy etika, eredményes tanulás, önismeret, hangulatjavítás, személyiségfejlődés, elnyomás feloldás, önbizalomteremtés, szeretetteremtés, párkapcsolat, párkapcsolatjavítás, fejlesztés, gyermeknevelés, egészségteremtés, boldogságteremtés, célmegvalósítás, kommunikáció, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, pénzteremtés, szervezetvezetés, probléma megoldás, sikerteremtés, szervezés, marketing, konfliktus feloldás. Jó, ez így 24 téma volt. Tehát akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az élethelyzetüket és eljutni az aranykorba. Tehát most gondolj bele, kapsz egy problémát a jövőben, ha itt tanulsz, de nem azért, mert itt tanulsz, okay, hanem amúgy is kapnál, de ez azért nagyon érdekes, mert érdekes mód, aki itt elkezd tanulni, kevesebb problémája lesz automatikusan. Na mindegy. Szóval kapsz egy problémát majd a jövőben, és egyszerűen nem problémaként fogod kezelni, mert tudod a megoldást, hanem feladatként. Hát semmi gond, megoldjuk ezt a feladatot. Jó? És hát nézzük meg, hogy miért fontos ez az aranykor kérdés, jó? Mert az emberiség számára csak egyetlen út van, és 2035-től kell létrejönnie, ezt nem én mondom, ezt a fentiek mondják, az aranykornak. Az egyénnek az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 évre van szüksége. És ez 2026-tól számítva. Tehát, hogyha valaki előbb kezdi el a tudást, a tanulást, tudásszerzést, nem probléma, annál jobb. És mi lesz azokkal, akik ezt nem csinálják? Ha bizonyára ti is találkoztatok olyan emberekkel, bár én mostanában nem találkozok, megmondom őszintén, de biztos találkoztatok olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy ők mindent tudnak. Ők nekik nem kell tanulni, hagyjad békén azzal, hogy tanulás meg tudás. Hát eleve az, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulni, akkor tuti, hogy van egy múltbéli negatív emlék, kemény múltbéli negatív emlékképe az iskoláról. Az iskoláról. Tehát vagy az, hogy ott szadiszták,
vagy az, hogy ott rosszul érezte magát, vagy az, hogy olyanokat tanult, amit semmi szükség nem volt, érted? Vagy olyan, hogy megszégyenítették az iskolában, például mit tudom én, kinevették a gyerekek, mikor felelt, vagy a tanár akár. Tehát, hogy tudti, hogy az iskolával kapcsolatosan valamilyen negatív bekattanása van. És nem kicsi, így van. Tehát ha bárkinek gátlása van a tanulással kapcsolatban, akkor tudti, hogy visszavezethető valamilyen negatív iskolai emlékre vagy emlékekre. Ez Hozier. Ez az egyik. Nekem is volt ilyen. Jó? Hát nekem is volt ilyen, de én megkerestem ezeket a dolgokat, és tisztáztam azt magamba, magamnak ezeket a dolgokat. Tehát az ember ezt meghatározott módszerrel meg tudja csinálni. Jó? Ezt is tanítjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Ez az egyik dolog. Jó? Tehát kivétel nélkül biztos, hogy mind ilyen eset. Jó? Amit felsoroltam, azok közül valamelyik. Ha az ember nekiáll tanulni, akkor észre fogja venni, hogy ezért ez a tanulás más. Mert ez egy szabad tanulás. Én például nekem az, hogy az egy kötött tanulás volt, az nem tetszett. Tehát nem tetszett. Tehát azért szabad tanulás, mert nézheted otthonról, interneten keresztül élőben, eljöhet személyesen a csapatba, vagy nézheted felvételről, vagy éppen még ha úgy adódik, hogy nézni nem tudod, hallgathatod, föltöltöd a telefonra, vagy akár élőben hallgathatod a rádión, a telefonodon keresztül a rádiót, mert rádión keresztül megy. Jó, szóval a lényeg az, hogy az élő adásokon is, meg a nem élő adásokat is igénybe tudja bárki venni szabadon, és tud alkalmazkodni úgy, ahogy neki jó, és nem úgy, ahogy megnézed, hát az a iskola az mit alkalmazkodott hozzánk? Te semmit, érted? De itt alkalmazkodva van, hogy lehet, hogy te nem érsz rá élőben, lehet, hogy nem tudsz eljönni személyesen, és akkor is megvan oldva ez a kérdés. Ugye tudjuk azt, hogy aki a testét nem táplálja, meghal. Na most ezzel kapcsolatban ugye hallottatok egy olyat, hogy volt egy világvége állítólag. Hát az gyakorlatilag nem világvége volt, hanem az egy új korszak kezdete. Jó? Tehát ez az új korszak, ez nem világ viszonylatos új korszak, hanem a bolygóra vonatkozó korszak. És az emberiségre való korszak. Egy új korszak. Ez az új korszak pedig azt jelenteni, hogy az embernek el kell kezdenie fejlődni. Tehát ha megnézed, az elmúlt 2000 évben az emberiség semmit nem fejlődött. Műszakilag fejlődött és kész. Egyébként szellemileg semmit nem fejlődött az elmúlt 2000 évben az emberiség. Sőt, még inkább ez visszafelé fejlődés volt. Tehát szellemi fejlődés az elmúlt 2000 évben nulla, szó szerint. Na most erre mondták a föntiek, hogy jó, ennyi volt. Oké? És innentől kezdve, hogyha nincs szellemi fejlődés valakinél, és nem is akar szellemi fejlődést, akkor az lesz, kivonják az élők sorából. Kész, ennyi. Tehát ugye nem gondolja senki azt, hogy ő saját magától függ, hogy mikor hal meg. Sokan gondolták már úgy, hogy ő magától függ, hogy mikor hal meg, aztán kiderült, hogy mégse. Tehát nyilván egy esetben függ, hogy mikor hal meg valaki, hogyha öngyilkos lesz. De azt meg úgy hívják, hogy gyilkosság. Azt én meg a helyedben nem csinálnám. Jó? Szóval lényeg az, hogy senkinek a halála nem őtől lefügg. Oké? Hanem attól függ,
Ezt régen hogy tanították? Ugye erről már beszéltem, hogy jön a kaszás. Tehát a halálunk az egy szellemlény közreműködésétől függ. Nem a kaszás, de jól gondolták a régiek valamilyen szinten. És minden, amilyen régebben ilyen meseszerű volt, vagy ilyen mondaszerű, annak mind ott volt a valóság alapja. Jó? Tehát szellemlény jár közben, hogy mikor halsz meg. Még akkor is, ha már valaki halálos beteg. Miért nem halt meg 3 nappal előtte? Ilyen egyszerű. 3 nappal előtte is meghalhatott volna, nem? Világos ez? Tehát akkor hal meg valaki, amikor a szellemlény intézkedik arról, hogy te meghalj. Világos? Na most, ehhez, hogy valakinek intézkedjenek arról, hogy mikor haljon meg, ahhoz nem kell betegnek lennie. Sőt, nem is kell balesetet szenvednie. Hanem egy szívmegállítás, vagy egy érelpattintás, az semmiben nem tart ezeknek a szellemlényeknek. Oké? Azért mondom többen számban, mert ehhez egy szellemlény elég, de most ugye több emberről beszélünk. Oké? Tehát nem úgy van, hogy idézőjelben egy kaszás van, jó? Nem egy kaszás van. Oké? Ami azt jelenti, hogy ők akkor iktatnak ki valakit, amikor ők akarnak. Kivétel akkor, hogyha, most fentiekről beszéltem, kivétel akkor, hogyha van lenti védelem. Na most, de akkor viszont a lenti csinálja ezt, hogy puff, fogja és kiiktatja akkor, amikor ő akarja. Világos ez? Na most ez de ugyanúgy igaz, hogy a lentiek nem tudják azt kiiktatni, akinek fenti védelme van. Világos ez? Na most akkor gondold végig, hova kéne tartozni. A lentiek által támogatottnak kéne lenni, vagy a fentiek által támogatottnak kéne lenni? Hát én úgy gondolom, hogy a fentiek által, nem? Nem a lentiek által. Miért? Mert a fentiek azok végig tudnak támogatni, és végig is támogatnak. A lentiek meg csak addig, ameddig szükség van rád. Nekik szükségük van rád. És utána meg beléd rúgnak egyet. Oké? Tehát ezért látni, hogy például egy gonosz ember csak addig támogatják alulról, amíg fizikailag aktív. És abban a pillanatban, amikor fizikailag már nem tud aktív lenni, akkor már nem támogatják alulról. Oké? Tehát ugye a gonoszok azok nem szeretet alapon működnek. Jó, most egy kicsit nagyon olyan dolgokba bentem bele, ami lehet, hogy az emberek egy részének magas. Nyilván nem az itt tanulókról van szó, szóval azoknak nem, de akik nem, még nem itt tanulnak. Tehát erről csak annyit szeretnék mondani, hogy az emberi fajon kívül még 7 olyan szint van fölfele, ami számunkra érzékelhetetlen és láthatatlan a mi érzékszerveinkkel. Tehát az 5 érzékszervünkkel. Tehát ami azt jelenti, hogy mi nem tudunk olyan lényeket érzékelni, akik nem háromdimenziósok. Oké, mi tudunk 2-dimenziós lényeket, vagy 1-dimenziósokat tudnánk, ha lennének ilyenek, érzékelni, tehát lefele lehet érzékelni, fölfele nem. Világos ez? Kivétel, hogyha valaki mondjuk használ az 5 érzékszervön kívül további érzékszerveket. Mert még van egy jó pár azon kívül, hogy van ez az 5. Szóval lényeg az, hogy akik úgy gondolják, hogy nekik nem kell tanulniuk, semmi gond, ők így gondolják, én csak előre figyelmeztettem őket, hogy nem fognak bejutni az aranykorba. Jó? Tehát
amit én mondok, az nem ijeszgetés. Jó? Tehát ne keverjük a szezont a fazonnal. Az ijeszgetés az, ami nem fog létrejönni. Jó? Én figyelmeztetek. Tehát azt jelenti, hogy közvetítés vagyok ebben a figyelmeztetésben. Tehát figyelmeztetem azokat, akik nem akarnak fejlődni. Tehát most gondold végig, itt van ez a bolygó. Nem vagyunk elégedett afelé, ami felé megy az emberiség. Nem az a megoldás, hogy együtt kellene tenni azért, hogy egy jobb világ legyen? Vagy az a megoldás, hogy várjuk karba tett kézzel, hogy hát, ha valakik mások megoldják. És nem az a megoldás, hogy ki kell menni tüntetni. Tudod, az a tudatlanság. Még soha egyetlen egyszer nem voltam kint tüntetni életemben. Soha. Pedig már volt, mióta élek, egy pár tüntetés. Ugye budapestiként. És egyen se voltam sose. De nem emlékszem, hogy a szüleim is egyen lettek volna. Szüleim se voltak, egy tüntetésen se. De ugyanúgy a feleségem se volt sose egy tüntetésen se. Meg az ő szülei se. Érted? Azt tudod mi? A tüntetés az a tudatlanok megoldása. Tehát a megoldás az nem a tüntetés, hanem a szellemi fejlődés. Jó? Tehát mondok példát. Mondjuk polgári engedetlenséggel a világban sokkal többet elértek, mint bármilyen tüntetéssel. Lásd Indiát Gandhi idejében. Oké? Tehát gyakorlatilag Gandhi elérte, oké, azt, amit forradalommal sose értek el. A forradalom mindig véres volt, a tüntetésekből mindig balhé lett, a polgári engedetlenséggel meg nem tudnak mit kezdeni. Világos ez? És a polgári, az indiai polgári engedetlenség következtében rendszerváltás lett Indiában, ahol kikerültek az angol gyarmat birodalom hatásköre alól. Oké, befolyása alól. Szóval a lényeg az, hogy tudással az ember bármit képes fejleszteni, vagy bármit el tud érni, és elég volt ebből a 2000 évből, hogy az emberiség semmit nem fejlődött. Tehát ez elég volt, jó? Tehát nyilván most is vannak olyan emberek ezen a bolygón, főleg hatalomban lévő emberek, akik azt szeretnék, hogy az emberek ne fejlődjenek. Jó? Én ebből a szempontból őket megértem teljes egészében, hogy miért teszik ezt, miért akarják tudatlanságba tartani továbbra is az emberiséget. Oké? De nem ez az út. Tehát ugye ez a szomorú ebben, hogyha nem tesszük meg azt, hogy szellemileg fejlődjünk, és nem tesszük meg azt, hogy létrehozzuk az aranykor társadalmát, akkor ezt a bolygót fogják és szét fogják robbantani. Érted? És ők készülhetnek akármivel, ők is ugyanúgy mennek a levesbe. Tehát hiába építenek bunkereket, ha a bolygót szétrobbantják. Ebben az univerzumban, ebben a naprendszerben már egy bolygót a Mars után, ugye azt, amit most úgy hívnak, hogy kisbolygóövezet, már szétrobbantottak. Oké? Tehát egy bolygónak a szétrobbantása nem egy, tehát nekik nem egy nagy technikai kihívás. Oké? Jó? Tehát meg kell csinálni azért, mert ezért létezünk, és azért születtünk le ebben a földi létformába, hogy ezt megtegyük. Jó? És ha jobban belegondolsz, hogyha te nyitott vagy az ilyen dolgokra, a szellemi fejlődésre, akkor te biztos, hogy azért vagy itt, hogy tegyél azért, hogy az emberiség fejlődjön. És az emberiség akkor tud fejlődni, ha az egyének fejlődnek. Világos ez? Tehát minden az egyénekből indul ki.
és nem várhatunk arra, hogy majd mások megoldják ezt a helyzetet. Jó? Tehát a tudás itt van, a tudást át kell adni az embereknek, oké? És elég volt abból a tudatlanságból, amit 2000 éve van az emberiség tekintetében, hogy eltitkolják az emberek elől a tudást. Mert a tudás itt volt a bolygón, csak eltitkolták előlük. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után sikerteremtő coachképzésünk lesz, kellemes szünetet kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!